A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 25-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Vörös Tamással a most megjelent új CD-jükről, majd egy népi iparművész, egy fiatal fotós mutatkozik be, végül pedig egy film megszületéséről számolunk be. Új CD-vel jelentkezett a Vörös Tamás projekt. Erről beszélgetünk Vörös Tamással, a zenekar vezetőjével. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem az imént a bevezetőben, Vörös Tamás a vendégem, a Vörös Tamás projekt vezetője, ami nagyszerű basszusgitárosunk, és a kezemben tartok egy DVD-t. Egy új DVD, a Vörös Tamás projekt. Bocsáss meg, kiegészítelek, ez CD. Akkor kezdjük újra. Újra? Jó. Nos, hát a kezemben tartok egy CD-t, a Vörös Tamás projekt csapata hozta létre. Ez egy fantasztikus CD. Ugye Gotthard, Hámori, Horvát, Potesz és Vörös a nagy ötös. Beszéljünk erről, hiszen azért az mindig ünnep, mondom én, ha bármilyen elfogadott és fantasztikus múlttal és jelennel rendelkező zenekarról van szó, ha új dalokat tár a közönség elé, hiszen azért ti hallgatottak vagytok, és egy jó csapat. Köszönöm, ilyen szépen mondtad. Mindig gondolkodtató, hogy ki adjon az ember egy lemezt, egy önálló lemezt, mert manapság már az új autót, ha veszel, már abban sincsen lejátszó, tudod, tehát CD lejátszó, már egyre kevesebb van. Ugye visszajött a vinil, a bakelit, de most mindegy, igazából a social médián van minden, tehát a YouTube, a Spotify, a Deezer, a SoundCloud, ezeken hallgat mindenki zenét, a gyerekek is. És ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy mi kiadjunk CD-t, vagy hogy... Hát ez úgy indult, hogy az NK-nak volt egy pályázata, csak hangstúdióra, tehát csak felvételre. És akkor ugye összejött ez a nyolc számunk, amit csináltunk együtt, és felvettük a 8 számot. Én meg azt mondtam, hogy oké, fel van véve 8 szám, jó minőségben, kész. És akkor feltöltjük ezekre a dolgokra, amiket már mondtam, és azt mondták a srácok, hogy én ne adjunk ki egy kicsi CD-t. Hát azért még van, aki CD-t hallgat, meg olyan jó ott a polcon, tudod, fölrakod. És akkor így még utána nyomadtuk, a mastering után lett ez kész, az elmúlt héten lett kész így az anyag. Igen, sokáig csináltuk, mert ez is nagyon furcsa dolog amúgy, hogy régen az ember úgy volt a stúdióban, hogy elhívták, és akkor feljátsz, két nap alatt feljátszotta, vagy egy nap alatt, azt vitte a 8-9 téket, kész. Most ez úgy van, hogy elmész a stúdióba, akkor kitalálják a nagyon nagyra tisztelt kollégáim, akikkel együtt játszom, hogy feljátszuk az alapot, de én még majd otthon csinálok rá valamit. Na most ez úgy van, elmondjam, hogy mindenkinek van már ilyen-olyan programja, és mindenki elküldi egymásnak a MIDI, vagy ilyen, vagy olyan fájba, amit otthon följátszik. Oké, mi felvettük a Balázs alapot, ott teszel a dobot meg a basszust, és akkor a Horváth Jancsika még eljátszott egy-két számba, és aztán utána vártuk a többieket. Egy hét, két, hogy mindenkinek volt valami baja, hogy miért nincs, most elmentem nyaralni, most elmentem koncertnéra, és így az őszre lett meg, hogy minden sáv fölkerült, utána kellett elkeverni, vagy maszterelni a végén. Tehát ez már a 21. század teljes egészében, hát tehát nem a koncert szörnyű. És nem együtt a csapat, viszont az indítatásról kell, hogy szó essék, hiszen ti azért együtt vagytok, de azt is tudni kell, hogy ebből a csapatból mindenki játszik másutt is természetesen, és egy csomó mindent. Az elmúlt időszakban
Mennyit tudtatok együtt játszani? Én amikor ez összeállt, ugye azért is a projekt a neve, mert én nem gondolkodom abban, hogy most négy embert fixen kötünk le, mert annyi koncert nincs meg. Ez nem az a zene, ami mindenhol mindenkinek kell. Ugye falunapon nem kell ilyet játszani. Most bocsánat, nem azért mondom, hanem mert nem volt a való. Sajnos, mindegy. Tehát meghatározott, hogy hol játszol ezzel. Ugye nagy fesztiválokon a hangok, mert klubokban nem férünk be, mert ez egy hangos zene. Különben is a klubok egyre kisebbek. Kb. Visszatérve a kérdésedre, én olyan 12-15 koncertet kértem egy évre, a srácoknak, és az be is jött a elmúlt évben. Hogy most mi lesz, azt már nem tudom. Egyébként van létjogosultsága ennek a zenének? Miként látod? Én szerintem tehát, ha itt körbenézünk a magyar zenei part, akkor a hasonló stílust 5-6 zenekar lefedi. Figyelj, én erre azt mondom, hogy muszáj csinálni. Tehát igazából most, bocsáss meg, visszakérdezek, a muszáj könyvet írnod? Igen, igen. Nekem és is. Muszáj zenélni. Igen. Én azt gondolom, hogy egyébként azért annál is inkább igaz ez, amit mondasz, hogy van létjogosultsága, mert muszáj, mert hogy az egyes műfajok kiegészítik egymást. Abszolút. Nem elvesznek teret, hanem kiegészítik egymást, és ráadásul ebben a 21. században, ebben a felgyorsult világban egyre több az olyan fiatal, aki tudatosan választ magának zenét. Ezt te tapasztalod tanárként, igen. Pedagógusként is? Igen. Ugye van az a fiatal kor, az a 13-tól 17-ig, amikor a gyerekek össze-vissza nyúlkálnak, mindenre zenét hallgatnak. Ami nem baj, mert én is ilyen voltam, szerintem te is, mindegyikünk ilyen volt annak idején. És akkor 17 éves kortól, aki más irányultságú, tehát művészetileg érzékenyebb, vagy kulturálisabb érzékenyebb, az máshova nyúl, és ahhoz mi kellünk. Tehát a tanárok, illetve szerintem az ilyen zenekar kell. Ugye én ezt nem jában mondom, hogy ez a Davisnek a Miles Davisnek a nyomdokaiba lépünk, vagy az őt követő időszakba lépünk, és az ő kultúráját, az ő zenei elgondolását ápoljuk szerintem. Igen, hát nyilvánvaló, hogy örökbecsül mindaz, amit te magad létrehoztál ezzel a csapattal együtt. A csapatot azért mondom, mert ugye arról beszéltünk, hogy mindenki másutt is játszik, de jószerűen mindenki tanít. Igen, na mindenki, mind a négy ember él rajtam kívül. Így van, meg hát ugye azt azért mindenképpen hozzá kell tenni, hogy mindenki jó fiatalabb, tehát itt a zöme már a gyerekem lehetne, és én, nekem ez egy óriási jó a dolog ebben a zenekarban, hogy szó nélkül jöttek. Tehát nem volt semmiféle fenntartás, hogy a végén emberrel akarnak játszani, vagy általában az énféle világomat akarja, mert mind a négynek ez a világ bennük van, hála jó Istennek. Hát létrehozni egy-egy ilyen dalt, ugye itt 8 dal szerepel, egy rendkívüli zenei teljesítmény. Ugyanakkor hogy áll össze a hangszerelés? Hiszen korán sem mindegy, hogy ennek a műfajnak a kedvelői mit hallanak viszont. Tehát az elképzelés és a maga megszólalás az találkozik-e? Igen, mert tulajdonképpen az összes grupot én írtam meg, a magam rettenetesen felkészült számítógépes módját, ez mind idézőjelbe tettem, borzalom. És akkor feljöttek hozzám a srácok, és akkor elkezdtek pepecselni a hangszereléssel. Azért is írtam oda, hogy ők hangszerelték, a Jancsika meg a Balázs, mert akkor ők tudott formázták, beszéltünk róla nagyon sokat, és amíg összeállt egy szám. Világos, hogy a műfaj improvizatív. De kell a váz, ugye mindennek kell a váza, és a vázra építkeznek az improvizáció. Olvasok itt egy érdekes nevet a borítón, Altóriai András doktor, professzor doktor Altóriai. Igen. Ő hogy kerül a képbe? Az András az úgy, hogy hát én nekem volt egy x éve szívinfarktusom, és ugye mindig viszel a kontrollra. És éppen ebben az évben tavasszal volt az x éves kontrollom, és akkor hallgatom az útrangot, tudod, és rettenetes, ahogy szól, és teljesen
nagyon furcsa minden, hirtelen felvillanyozottam, hogy ez egy groove, tehát a BPM, a tempója, a minden a csattogás, a hátsó zajok, mind érdekesek, és akkor azt mondtam az Andrásnak, hogy felvehetném-e, ahogy egyszer végigmegy, másra persze, gyere be, és akkor felkészült rá meg minden, és akkor, és akkor vettünk egy jó 8 percet, és én erre tudtam írni a groove-ot. Ez egy nagyon kemény szám lett amúgy. Hát nyilvánvaló. És a többi? Hát a többi az így igazából, én nem nagyon szerettem, ilyen neveket kell ugye adni a számoknak, aztán elhatároztam, hogy most már, ha fogok én, most egy-két számban megint a sorba, akkor már ilyeneket adok neki, hogy 9, meg 10, meg 11, ugye kiírja ez a programom, hogy milyen tehát a fájl neve, és akkor mindig valamit be kell írnom hirtelen, tudod, és minden, ami ott jön, hülyeség. Úgyhogy ennek semmi értelme nincs. Ez nem popszám, ez nem szól a szövegről, ez az emberről szól. Ugye a szöveg, énnek szöveg az egy speciális helyzet, vagy egy abszolút populáris valami, vagy arról szól, hogy nő a fa, meg mit a virágzik a virág, de a zene önmagában benne hordozza mindezt. Tehát erre nem tudok azt mondani, hogy számcímmel nem lehet az egy jazz kompozíció, hogy nő, amit a virág, vagy a ne felejts az ablakomba. Tehát ugye, meg erre nem mulatnak. Tehát ugye mulattak, meg ugye van a minózusan mondogatott a falunapi koncertek, azok erre működnek, de ilyen is kell. Ezt én nem kétlem, hogy kell ilyen, de kell egy szubkultúra, ami nagyon fontos. Egyértelmű. Egyet értek mindenképpen. Mikor hallhatunk ebből valamit élőben? Ebből lesz már ilyen? Ebben a pillanatban hallhat, ja, hogy élőben, hogy koncertre gondolsz? Igen, lesz koncert. Tervezett? Hát, ha visszamegy a Gázára, biztos lesz. Úgy, ezt most csak vicceltem. Fogalmam nincs, hogy mostanában hol játszunk. Vannak benne pályázatok a EK-nál, az nekünk nagyon nagy segítség, hogy koncertekre tudunk pályázni. Hogy most kapunk erre pénzt, azt én sem tudom, de már bent van. De ha nem live-ot akartok hallgatni, akkor ezek fent vannak a YouTube Reason. És hogy juthatnak hozzá Vörös Tamás projektrajongók? Ezt még nem nagyon találtam ki. Igen, mert a nézőknek közben el kell mondjam, hogy amikor felhívtál, akkor mondtad nekem, hogy ez még az elsők egyike, amit igen, én itt a kezekben tartok. Forró, amit fogsz. Ez most forró nagyon. Nos, hát én bízom benne, hogy mielőbb élőben is szembesülhetnek a jazzrajongók azzal, hogy mit alkottatok ismételten. És hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, hajrá! Készültök tovább? Nem állunk meg, ezt te is tudod, Jóla. Soha nem állunk meg. Nem is szabad. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A Szent István Művelődési Házban mutatták be Takácsné Ambrus Éva Csuhé világa című könyvet. A házban megtekinthetőek a Csuhé Fonó népi iparművész alkotásai is. Bakony István moderálásával a Katolikus Kulturális Hetek keretében a Szent István Művelődési Házban mutatták be a Karácsonytól Karácsonyig Takácsné Ambrus Éva Csuhé világa című könyvet. Az alkotó autodidakta módon 1975-ben kezdte meg kézműves tevékenységét bőr, fa, csont, fémdísztárgyak, nyakékek és fülbevalók készítésével, és 1985 óta foglalkozik Csuhé figurákkal, életképekkel és dísztárgyakkal. Az életképek és a figurák a falusi élet részleteit, szokásait, valamint vallási tárgyú témákat jelenítenek meg. A népi hagyományokból vettem, de eredendően a férjem betegsége után valamivel el kellett tartani a gyerekeket. És akkor kezdtem el csuhézni teljesen, anélkül, hogy valaki is tanított volna. És aztán az anyag az adta magát, hogy az csak is népi ihletésű. Hát népi olyan anyag, vagy olyan téma lehet, ami a népi, a falusi életet ábrázolja. Nem tudom elképzelni, hogy egy olyan figurát csináljak, aki mondjuk egy rokokó babát ebből a csuhéból. És aztán így lassacskán rájöttem arra, hogy ha a népi hagyományokat
örökítem meg így a csuhéból, akkor abból a gyerekek is tanulnak, mert már régen elfelejtették mondjuk a teknőbe való mosást, mert nem tudták, hogy mi, mikor megkérdeztem, hogy mi ez a teknőre, mindent mondott, csak azt nem, hogy teknő. Vagy hogy a kenyérsütést, itt látják a cillalekvárfőzést, tehát tulajdonképpen, amit régen a parasztok otthon megcsináltak a ház körül, azt itt a gyerekek meglátják, és nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is látják, hogy hogyan nézett ki. Úgyhogy honnét jött a könyvötlete, hiszen ez hát egy... A könyvötlete, ez jó kérdés, mert én nekem eszembe se jutott, hogy ebből könyv legyen. Még nem az egyik kézműves társam oda állt mellém, és azt mondta, hogy hát Évike, ebből könyvet kell csinálni. Én se nem tudom, fogalmam sincs, hogyan kell csinálni. Én azt mondta, hogy csak a nevet, csak egyez bele. Hát mondom, jó, beleegyezek. Úgyhogy tulajdonképpen nem az én érdemem ez a könyv, hanem az Angster Marinak ő karolt föl, és ő segített ebbe ennek az elkészítésébe, és végül is az egésznek a létrehozásába. A könyv kiadását szerkesztőként jegyző és szorgalmazó Angster Mária számára természetes volt, hogy a Csuhé csodák megszületésének körülményeit a művész indítatását leírt formában is a népi iparművészet barátai elé tárja. Takácsné Ambrus Éva a kézműves világnak egy kiemelkedő személyisége. Le is írtam a könyvben, hogy ha a Csuhé szobrászatnak rendeznének világbajnokságot, akkor nagy valószínűséggel Takácsné Ambrus Éva lenne az első helyezett. Más dolog, hogy azért én elég sok kézműves témát kutatok, írok, szerkeztek, tehát magam is kézműves lennék a hidrológus mérnöki pályám mellett. Hát 75 óta vagyok hidrológus mérnök, és 30 éves korom körül kezdtem el kézműveskedni. Elég sok műfajban, de az utóbbi 15-20 évben leginkább a fonhatószálas anyagokkal, azok kutatásával foglalkozom sokfele. Na most Takácsné Ambrus Éva egészen kiemelkedő egyéniség, és nagyon fontosnak éreztük jó páran, hogy egy kötetben megjelenjen az összes munkája. Na most a Németh János könyvtervező, ő a könyves műhely, a társkiadó pedig a Fejér megyei Múzeum Egyesület, Raila Mária. Ők, hála Istennek, támogatták azt az elképzelést, hogy valóban az alkotó összes munkája kerüljön bele ebbe a kis kötetbe, hiszen még én is féltem egy kicsit, hiszen annyi féle ábrázolása van anya és gyermek kapcsolatának. Na most a Németh János könyvtervező ezekből oldalpárt csinált, és megdöbbentő, hogy milyen fantasztikus szoborsorozat ez az anya-gyermek például. Hogy a nagyobb kompozíciókról nem is beszéljünk, az életmű döntő többsége itt van, a Szent István Művelődési Házban, és pedig adományként. Takácsné Ambrus Éva adományként az életművét ide adományozta, ide adta. A múzeumban, az Országzászlótéren pedig a Csuhé Kukorica Fosztás című nagy kompozíciója, de természetesen az is belekerült ebbe a kötetbe. Takácsné Ambrus Éva életképei csodás időutazásra hívnak bennünket, segítenek felidézni a múltat, a falusi élet eseményeit, megelevenedik a kukoricahántás, a kukorica betakarítása, a húsvéti locsolkodás, a szilvalekvárfőzés és a nagymosás. Életképei korhűek, hitelesek. Fő célja, hogy a mai kor számára megőrizhetővé és feleveleníthetővé váljanak az egykori magyar falusi élet ünnepei, étköznapjai, szokásai és munkaeszközei. A tárlata a kiállítást felkaroló Szent István Művelődési Házban tekinthető meg. Egyház megye egy fiatal fotós szemével című tárlattal mutatkozott be Kovács Marcell a fotográfia barátainak. A fiatal alkotó az egyházak mindennapjait, ünnepeit mutatja be képein. Spányi Antal megyes püspök nyitotta meg a Gárdonyi Géza Művelődési Házban az Egyház megye egy fiatal fotós szemével címmel nyílt fotókiállítást. Kovács Marcell az alkotó az elmúlt egy év alatt több egyházi felekezet és közösségi rendezvényen készített fotóbeszámolókat. A fotóművészet egy olyan titokzatos valóság,
amely többet mutat pusztán annál, mint amit elénk tár. Egy eseményt megélhetünk úgy, hogy elfalad az időben, talán el is felejtkezünk róla. Egy fénykép azonban, amikor elővesszük, talán évtizedek múlva is, segítenek abban, hogy újra átéljük azt, amit hajdan átéltünk, amit valamikor megtapasztaltunk, mert a fénykép tud hordozni valami többleti információt, valami többet tud megmutatni, mint amit az ember egyszerűen egy adott pillanatban képes átélni. Én nagyon örülök annak, hogy Marci ezt a kiállítást így megrendezte, sikerült neki ezt így összehozni, és ezzel elindul bizalommal tekintek egy olyan életútra, amelyik szép eredményeket és szép sikereket fog majd elérni. A fiatal fotográfus az édesapja nyomdokain járva kötelezte el magát a műfajjal, s a jövőjét is fotográfusként képzeli el, hiszen ebben az esztendőben kezdte meg tanulmányait a Gorzium Szakgimnázium művészeti és médiafotográfus szakán. A Szent Kristóf házban kezdtem el fotózni, Raimond atya felkérésével, és később már elkezdtem a püspöki miséket is fotózni, és ez egyre lelkesebbé tett engem abba, hogy ezt folytassam, mert maga a kultúra is nagyon tetszik nekem, a liturgia is nagyon tetszik nekem, és az, amit belelátok ebbe az egészbe, annak a kifejezésének az irány is nagyon lelkesít engem. Hogy lehet megtartani, hiszen tudjuk, hogy ez egy folyamat része. Milyen további terveid vannak a fotózással, illetve a hittel kapcsolatban? Fotóvág a megszerkesztésében szeretnék minél inkább fejlődni, és a fotók elkészítésében és minőségében is szeretnék minél inkább fejlődni, és ügyesedni egyre jobban. Nagyon fontos a hit az életedben? Igen, nagyon fontos, és szeretném, hogy ezek minél jobban kifejeződjenek a képeken. Tekintve, hogy Marcel az elmúlt egy év alatt több egyházi felekezet és közösség számos rendezvényén készített fotóbeszámolókat, és képei megjelentek országos, megyei, egyházi honlapokon és közösségi médiában is, bizonyosak lehetünk abban, hogy sokat találkozhatunk a jövőben is fotóival. Film készült Bence Lajos szlovéniai magyar költőről, az alkotást a Szent István Művelődési Házban mutatták be. Így jegyezd meg a nevét, rögves fejben most, magyarul most, szlovénul most, te vagy a pandúr! Gál Anasztázia rendezésében a Szent István Művelődési Házban mutatták be az Éste költő című verses portréfilmet, amely Bence Lajos József Attila díjas szlovéniai magyar költő életútjának fontos állomásait tárja az irodalombarátok elé. A korszakos lírikust Jakubek Tiborné a ház igazgatója köszöntötte az esten. Egyetértek magával, a filmalkotójával, a rendezőjével, vagyon nagyon-nagyon nagy szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy a ma élő, és egyébként azt a fajta határon túli kultúrát, irodalmat, és azt a hagyományt, összefoglaló irodalmat megismerjük, és hogy meg tudjuk élni. Gyorsan változik körülöttünk a világ, és hogyha nem reagálunk rá, úgy társadalmi szinten, ezért is vagyunk ráhagyatkozva igazából az írókra, a költőkre, az alkotókra, mert ők sokkal érzékenyebben reagálnak ezekre a változásokra, és nagyon fontos, hogy meghatározzák és megfogalmazzák számunkra egyébként a reménynek azt a sugarát, amelyre minden embernek nagyon nagy szüksége van. Emiatt is nagyon fontos, én úgy gondolom, ma Bence Lajosról szóló verses riportfilm, amit látni fogunk, mert Bence Lajos valóban nagyon-nagyon érzékenyen reagál, hiszen 1956-ban, amikor ő még gyermek volt, már maga a születési év is meghatározza az embernek a szociális gondolkodását és a társadalmi változásokhoz való asszimilációs képességét is nagyon-nagyon meghatározza, hiszen ezáltal az érzékenysége is egészen más lesz különböző társadalmi csoportokhoz. És főként, hogyha valaki kisebbségben él egy másfajta országban, egy más országban, egy elcsatolt országban, ott különösképpen megtapasztalja azt, hogy mennyire nagyon fontos az összetartozás az egymás nyelvének, és igazából annak a nyelvnek, a kultúrájának a megőrzése és a használata. Hiszen mi itt, hazánkban, Magyarországon nagyon-nagyon fontos szerepet kell, hogy mi is betöltsünk a tekintetében, hogy valóban ismerjük és használjuk a szép magyar szót, hiszen nagyon nagy hatások vannak arra vonatkozólag is, hogy bizony azt is nagyon szépen nagyon felületesen és alkalmanként nagyon-nagyon silány módon használjuk. Három ösztöndíjat írtak, ilyen csere ösztöndíjat, és mondtam, hogy ebből a háromból egyik nekem kell, hogy az enyémnek kell, hogy legyen.
A filmből megtudhattuk, milyen az az ember, akit szeretnek a múzsák, akit megihlete a szép és éltet az igaz, akit szirógatja a szavakat, és akit szavak csábítanak el nap mint nap, aki másoknak csak ad, és a fizetsége csupán az ebből adódó megnyugvás és az adott ajándék utáni fenkölt pillanat. Azon csodálkozom, hogy ebből a rengeteg dologból, témai gazdagságból, ezt most nem elsősorban nem hizelgésként mondok, de annyi minden van, hogy én azon csodálkozom, hogy ezt így össze tudta a rendezőnő rakni, hát az én segédletemmel természetesen, de le a kalappal, tehát én nagyon elégedett vagyok a filmmel. A sírokon is hóhizzúzmara, tündéri idő, semmi kikeleti hang, sem madárfütty, csak verébraj, cincogó kacaj. Hóményasszony várja a kedvesét, titkos találkájuk a temetőkert, síralomházi magány, acélfény. Bence Lajos keblén melengeti a szavakat, a mondandót, velük dédelgeti féltett megmaradás reményeit. A filmből is megtudhatjuk, hogy ő az, aki térben és időben mindenkinél távolabbra lát, máshogy ért és másként érez, aki széppel fekszik, a széppel álmodik és ébred. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.